Már közel az igazi tavasz, eljött a szabadtéri programok ideje. Ez viszont veszélyeket is rejt, hisz a vérszívókkal is egyre gyakrabban lehet találkozni. Az enyhe tél is kedvezett a kullancsoknak, amik nem csak az erdőkben, de városi parkokban és kertekben is felbukkanhatnak. Hazánkban az 1-4 mm nagyságú közönséges kullancs a leggyakoribb, akik áprilistól júniusig jelentik a legnagyobb veszélyt. A háziorvos szerint a megfelelő öltözet és a megelőző szerek használata elsődleges, valamint az alapos önvizsgálat egy-egy szabadtéri program után. De az is fontos, hogy a kullancsot 24 órán belül távolítsuk el. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy ezt valahol írja fel magának, hogy kullancsot távolított el, akár saját magával, akár a gyerekből, mert ennek későbbiekben lehet következménye, hogyha 2-3 hét múlva a kullancscsípés helyén ilyen kokárdaszerű piros bőrpírt észlel, akkor mindenképpen keresse fel a házi orvost, mert akkor az úgynevezett Lyme-kór fertőzés az biztos szinte. A Lyme-kór ellen nincs védőoltás, de időben felismerve antibiotikumos kezeléssel jól gyógyítható. A vírus által okozott fertőző agyvelő és agyhártya gyulladás ellen lehet oltással védekezni. Az oltással kapcsolatban jó tudni, hogy 3 oltásból áll, több időtartam van közötte, és a 2 oltásnak legalább meg kell lenni, hogy viszonylagosan védettséget jelentsen. Tehát ez azt jelenti, hogy aki most veszi fel az oltásokat, az is leghamarabb, ugye április végén, májusban lesz a 2 oltáson túl, és utána még van egy 3. oltás is. Ezért szoktuk javasolni, hogy az oltást ősszel kell felvenni, de hogyha valaki úgy dönt, akkor megbeszélheti orvosával, és gyorsított oltási séma alapján is meg lehet kapni az oltást is. A megyei tisztifőorvos azt mondta, kullancs által okozott agyvelő és agyhártya gyulladást sem 2016-ban, sem 2017-ben nem jelentettek a megyében, és a Lyme-kúros megbetegedések száma is csökkent, tavaly alig 50 esettel találkoztak az orvosok. Borsod a kevésbé fertőzött területek közé tartozik.